Fábri, a show pontosan 12 éve itt az RTL Klubban. Jó szórakozást! És most az RTL Klubon Budapestről ez a Fábri Show. Huszberg Péterrel, Luandával és a Sóderbenddel. Ma este a nagy találkozás, amire évek óta vártunk. A Sóderben Farkasházi Tivadar és Overdose. Az úszó Európa bajnokság aranycsapata, Hosszú Katinka, Verrasztó Evelin, Mutina Ági, Dara Eszter, Gyurta Dani és Jakabos Zsuzsa, Szántó Dávid. És a Sóder történetének legnagyobb zenekari produkciója, Nyári Károly és a MÁV szimfonikusok. Hölgyeim és uraim, ez a Fábri Show. Most jön Fábri. Hogy ez a nyár, ez úgy elröppent, mint amikor a nyugdíjasok ugye csigagyűjtésre indulnak, és Pista bácsi egyet se hoz. Hát mi volt Pista bácsi? Azt hát láttam én csigát, de mire lehajoltam érte. Hús! Ezt a fiatalok nem értik, ugye, mikor ilyen idősek voltunk, június 8-án azt hittük, a nyárnak soha nem lesz vége, most meg a nyárig el dzsanázik, elmúlik, elröppen, elszalad, a foci VB-re is már szinte alig-alig emlékszünk. A közönség ezt, szabad a vuvuzelláját elkérhetem? Tudjuk, ugye, ezt fújták. Úgyhogy én ezt most ünnepélyesen megfúvom, jó? Fújjuk együtt? Mi a technika? Jó, így fogjuk, ugye, egyharmad, kétharmad. Az MHS-nél, hogy vezettünk 10 óra, 14 óra, tehát lazán. Hát ez nem egyszerű. Hát ez nem egyszerű. Uram, ön egy genius! Hú, csücsörít, ez mi a szájbeállítás? Ja, Így már szinte vuvuzella nélkül is megy. Nekem alul jobban, de ebbe most nem mennék bele, kérem tisztelettel, de most megpróbálunk fölül. 40-45 fokos szögbe, ugye? Hát köszönöm szépen, én ezt személyesen eltörlöm. A következő kis sutka arról szól, hogy minden relatív. Két csótány beszélget. Azt mondja az egyik. De felfedeztem egy új éttermet. Minden króma cél. Maximális higiénia. Örjítő hipószag. Mire a másik? De legalább ne evés közben. Két székely kimegy az erdőbe fát vágni. Azt mondja az egyik, te Áron. Tudod te, mi az a vagánykodás? Nem én. Na figyelj ide, megmutatom. Fődobja a baltát, utolsó pillanatban elugrik alul. Na látod, ez a vagánykodás. Jó van. Áron legközelebb kimegy a gyerekkel az írtásra. Azt mondja a gyereknek, no Balázs, tudod-e mi a vagánykodás? Szóval nem tudom, édesapám. Öreg földobja a baltát, mikor el kéne ugrani, megbotlik egy gyökérbe, balta ott agyon csapja. Gyerek egyedül megy haza, kérdezi az édesanyja, azt mondja, hát apád, hát még kün vagánykodik az erdő. Nagyon szép volt a Németország, Argentína, de hát aztán elvéreztek. De most nem erről akarok szót ejteni, hanem ezt a piperkőc Joachim Löwöt, aki az edző, ugye a kamerák előtt zajlik minden. Tehát itt nincs magánélet, nincs magánélet. Tehát ennyi csulázást én még nem láttam. Tehát most már 26 kamerából érted, mindenki tá, 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 tá.
rág, majd utána térden csúszik és fel is törli, ugye? Tehát ez a gól öröm, ez volt a gól öröm. De nézzük meg, hogy a gonosz reportőrök milyen leleplező felvételt készítettek Lövről. Na most kérem szépen az... Még elidőz a szelidőz, amint a költő mondja. Kérem, nem olyan régen történt, nem szoktam arra járni, jövök le az Istenhegyi úton, mellém kerül egy ilyen bundás Miss Pipi, átnézek, mert érdekel, hogy mi van az emberekkel. Tehát én szenvedélyes kukoló vagyok, ugye? Hát már alig tudunk egymásról valamit, ugye? Mindenki bezárkózik, rütyütyű. Nézem, Miss Pipi így a műkörömben átmegy Rodenba, ami marha hülyén áll neki. Egy picit így fellazítja a cuccot. Érted? Bemegy 3,5 centi műköröm. Majd lehúzott egy akkora leporellót, hogy Rodolfo is meg... Nem viccelek? Nem teszek rá, komolyan mondom. Na nem érdekes. Menjünk még vissza egy pillanatra, és hát szegény Lövöt is rajta kapták. Na természetesen az angol sajtó az rögtön megírta másnap azt, hogy tudjuk, mitől jók a németek. Reformtáplálkozás. És a német sajtó a Nutella analógiájára ki is hozott egy készítményt, ezt láthattuk az imént, de megnézhetjük. Ez a Nutella analógiájára Popella. Ugye, mert fikázni németül, vannak német szakosok? Na, kis tovább kérdezik, Popeln. Kétféle van, smírpópel, ugye, amit kenünk, ugye? És van a sízpópel, ugye, amiből kis labdát képezünk, és ellőjük, ugye? Tehát, de ugye milyen jellemző a német akkurációra? Ugye, hogy nekünk ebből nem olyan gazdag a szókincsünk, de a német a szeret leltározni, ugye más a laszti, más az, amit kenegetünk, köszönöm szépen. Kérem szépen, feltűnt-e önöknek, hogy a spanyolok nem éneklik a himnuszt? Mi ennek az oka? Nincs szövege! Én megőrültem, hogy spanyolok így. Hát nekünk marha szokatlan. Nincs szövege. És melyik két dél-amerikai ország himnuszát írta egy magyar származású ember? Én úgy tudom, hogy Uruguay és Paraguay. De a helyes válasz beküldő nézőink között Popellát sorsoljuk. Köszönöm. Na most azért, én voltam Észak-Koreába, hát amit azért az észak-koreai csapat otthon kapott, az azért durva. Ugye? Nálunk a Köneman, vagy Kuneman, vagy Kumman, Minmen, azért fölcsípte a 80 milliót. Az észak-koreai tréner az büntetőtáborban van. Rabotágy, ugye nem? Pedig ők kijutottak. 6 órát kellett állni a nagy nemzeti kultúrpalota előtt, és a nép így ment és alázta őket. Hát erre mondta Dodi, nálunk minden meccsen ez van. Ne? Ó, anyád. Na, tegnap fölhívom a polgármestert, és mondom neki, hogy hát a környéken van néhány dolog, amit meg kéne oldani. Többek között a múzeumnál ott van egy gödör, és a gödörbe tisztázatlan kábelek űzik és kergetik egymást. 2 hete baleset lesz. Szeretem a bősortokat, de bugyim azért nem látszik. Igen. Tudják, mi ez a kábel? És kérem, ezért nem könnyű a múltat lezárni. Ez a Cinege Lajosnak a K-vonala. Cinege Lajos volt az én időmben a honvédelmi miniszterője. Ember nem kapott telefont. A K-vonal az elvtársaknak egy külön kiépített vonala volt, ahol egyből a Kremlig bezárólag lehetett telefonálni. Ő fölöttünk lakott Leányfalun, illetve építette egy nyaralót, ami a 70-es években a korrupció csúcsának számított. Leányfalu önmagában jelentős figurállomány. Egyik kedves, legendás alakja volt a falunak Galambos Józsi bácsi, aki hát gyakorlatilag abban a 40 évben, amit én ismertem, állandóan tudatmódosító szerek hatása alatt állt. Volt egy normál biciklije, amire volt éve egy versenykormány, ami fölfelé hajlott. Hátul volt egy tábla, rá volt írva a Leányfalusi Ivóvíz Műtársulat.
Tehát nem az, hogy ő volt maga a Leányfalusi Ivóvízmű társulat. Ha ő jött, volt víz, ha nem jött, nem volt víz. Hírnök jön, spihegve szól a kocsmába. Józsi bácsi, fönt, Jönyvirág utcába, csőrepedés van, azonnal jönni kell. Nagy nehezen lemászott az öreg a lépcsőn, már fölpattani nem tudott a biciklire, ami egyébként sem volt könnyű józan állapotban sem, mert a biciklin tartózkodott egy csősatú, az 80 kiló, tartózkodott menetvágó, és egy akkora T-kulcs, amit én élőben még nem is láttam. Tehát az Moszkvába végzett, ekkora ilyen TL-záró, rettenetes volt, ilyen gumipókkal felrakva. Na hát az öreg megindult a járdán kisebb színuszokkal, és hát a megváltó rendkívül profán kontextusú emlegetése közepette, föltolta magát és az arcát a mondott címre, becsöngett, hát gyakorlatilag rátámaszkodott a csöngőre. Tehát azért legyünk egész precízek, ugye egy erős harc van a newtoni gravitációval. Kijön egy ilyen nagy darab klotgatyás ember. Hello, hello. Gazdai tomba? Nincs. Hát akkor hozzá valami 7 decis igényesebbet. Azt mondja, és ha meghoztad, akkor mehetsz is ki a csősatúért. Jó van, klotgatyás tálca, kristálypohár, 7 decis, szépen behozza a 80 kilós csősatút, azt mondja, odaállítsa csak föl magadnak. Azt mondja, én darabolom a csövet, rákapatom a menetvágót, te mag hajtod. Ugye akkor nem ilyen pattantós csövek voltak meg, nem arra bonyolult volt a vissza, és akkor mindenkit könyököt kellett tekerni. Nem részletezem, a klotgatyás másfél órán keresztül adta kézre a szerszámot és a cuccot Józsi bácsinak. Józsi bácsi már közeledett a meló vége felé, a klotgatyás egyszer csak eltűnt. Józsi bácsi jött ki a munkaterületről, úgy már tulajdonképpen rá akart adni a nyomást, hogy egy próba üzemet csináljanak. Abban a pillanatban így a szuterénből az akkor általunk látott legnagyobb fekete Mercedes egy olyan suhanással, mint amikor a páncélszekrényt csukják be, és kiszállt belőle a klotgatyás talpig lampaszban, rettenetes töltyfalombozatokkal, hát ő volt Szinege Lajos hadseregtábornok. Na most állítólag Józsi bácsinak volt néhány perces józansága egy angol száz szőnyegbombázás alkalmával, de most 5 másodperc alatt kiózanodott, vigyázba vágta magát, azt mondja, hadseregtábornok úr, Galambos József önkéntes törmester, jelentem, a hibát elhárítottam. Na. Na kérem, tisztelettel, van egy drága kedves barátom, szoktam róla időnként beszélni, ő mellkassebész professzor Pécsett, most nevezték ki professzornak, egyébként a hadijátékok lelkes kedvelője, tehát fiatal korában a családnak lövészárokba kellett mozogni hétvégeken a kertben, és az iperni gáztámadást modellezni. Sietett valahova, csinált valami kis szabálytalanságot. Jó napot kívánok! És ez úgy látszik, ez a rendszerváltás után 20 évvel is van ez a gumibottal való ilyen tenyérütögetés, majd gumibot hátratéve ez a térből való finom rógózás. Na most hát a Tamásnak eléggé fölment az agya, nézegeti a rendőr, ránéz, azt mondja, tudjuk, hogy ez a mondat mit jelent, aztán hát mit csináljak magával, Tamás? Ugye ez a megbeszéljüknek az előszobája. Hogy most súlyosabb szavakat ne használjunk, ugye? 150 bruttót keresek, de 3-at kapok készhez. Azt mondja, hát mit csináljak magával, Tamás? Azt mondja, először is szólítson professzor úrnak. Azt mondja, igen? Hát professzor úr, akkor ez 50 000 forint. Hát szóval ezért nem kell túlságosan overkodni. A most következő történetnek a szálai ismét Leányfalura vezetnek. Volt ott egy drága vegyesboltos kocsis bácsi, akinél lehetett kapni gatyamadzagot, füzetet, petróleumot, permetezőszert, szöget, kisbaltát, befőttes üveget, harisnyanadrágot, könyvet, Unzaweiter, Unzafort, de akkor mi pontosan tudtuk, hogy a téli cikkeket nyáron érdemes
megvásárolni, így Rudi barátunk mamájára, aki rézgálicér ment be, 6 pár jégzoknit rádörrentett augusztus első napjaiba. És én azt mondom, ő a kereskedő kereskedője. Na most kérem szépen, én nem gondoltam, hogy ez a probléma extrapolálódik, illetve meghosszabbódik. Beromboltam egy ilyen sporting kombinéban, ugye, kombinéba. A vágyam az lett volna, hogy vegyek egy, hát egy gumimatracot, mint olyat. Nem olyan nagy dolog ez, nyáron. Mondom, hogy lehet itt a személyzettel fölvenni a kapcsolatot? Kérdeztem valakit, akiről kiderült, hogy szintén vásárló, ugye? Tehát ez a másik dolog, hogy a vásárlót az eladótól egy hajszál választja el, ugye? Na végre találkozom, mondom, ki ön? Forma ruhája után ítélve, ön az én megmentőm. Ön az én mentorom. Azt mondja, arról föntöntő vagyok. Mondom, kint nagyon meleg van, Plattensee, Duna, Wasser, Pumpen, Luftmatrace, ugye? Gumimatrac, ugye, amelyen én hortyoghatnék. Jaj, csak zárójelben mesélem el szóval, hogy a fiatalkorunkban vagy csajunk nem volt, vagy kégli nem volt. Hogy a kettő összejöjjön, erre sansz nem volt. Na mit hoz a jó Isten, 1980-ban 3 hónapot csavarogtam Amerikában, kaptam egy lakást Washingtonba, well, a lakásban volt egy dupla vízágy. Bostonból beröptettem egy kedvezményezettet. Aludtak már vízágyon? Hát azon, hát ez félig volt föltöltve. Hát ez tíboly. Hát most csak az alvásról beszélek. Ugye, már kicsit aludnál, ugye, akkor kicsit, jó, akkor megfordulsz. És utána hullámzol 10 percig. A kurva jön, mire lenyugszik a víz, érted? Ha megbolondulsz, megjött a kis médium, minden nagyon izgatónak tűnt. Ráteszem erre a felfújható gyalupadra. Hát a segge az a földet verte. Hát mondom, ekkora pajszer a világon nincsen. Tehát, szóval az jutott eszembe, hát mondom, itt ezt nem lehet becsempészni. Úgyhogy, szóval a történetnek mondjuk a tanulsága, ugye, hogy József Attila írja, a titkokat ne lesd meg, ugye, hogy mennyit fantáziáltunk ezen, hogy vízágy, Amerika, nő, ajjaj, hát el se jutottunk a történet végére, már jó volt nekünk. Ugye, volt egy drága barátom, NDK-ban voltunk kollégisták, ilyen német szakosak részképzésen, és hát ott meglehetős népszerűségnek örventünk az NDK csajok körében, és hát mondhatjuk azt, hogy Goethe nyelvét szájból szájba lélegeztetéssel sajátítottuk el. Minden NDK-s csajt meg lehetett dörrenteni, Dodi barátom szerint, csak azt kellett mondani, hogy egészséges. És emlékszem, hogy Dodi barátom ül, hárman laktunk egy kollégiumi szobába, ül egy ilyen szigorúan műszál párduc hatású pokrócon, amit ott szereztünk be, egy párduc hatású bikinibe, kiréved a lipcsei neonfénybe, és én elgondolkozva hárfázik. Lehetett tudni, hogy ez a nagy gondolatok megszületésének ihletett pillanata. Azt mondja, Sanyi, miért van csak egy? De ezt olyan átéléssel és olyan mély, szilaj férfi szomorúsággal, majd elmesélte, hogy ő úgy képzelné, hogy mint a PVC 45-ös PVC csőnél, hogy lennének ilyen elágazások, ugye? És hát akkor meg tudnák sokszorozni az élményt. Na most mondom az árufeltöltőnek, hogy gumimatrac. Erre úgy nézett rám, mintha az összes női felmenőjét hátsófali incestusra próbálnám rábeszélni. Nincs ott neked média támogatottság, hogy Fábri úr, majd szerzünk meg a és nem is azt mondja, hogy nincs. Azt mondja, gumimatrac. Mintha te zizi lennél. Azt mondta, hogy nincs ilyen.
különben is ma műanyagból készülnek, tehát ki vagy oktatva, érted? Tehát ezért kapsz egy agymosást is, érted? Ez az árba, ez included. Na most, ezek olyanok, mint a virágok, ezek a műanyag matracok egynyáriak, csak az áruk több nyári, tehát nem nagyon érdemes ezeket megvenni, de ez se volt. Tehát mondom, a télre úgy látom, hogy jól felkészültek. Tudja mit? Vennék 5 mázsa tűzifát, hát az is úszik. Kérem tisztelettel, hát egy tulajdonképpen szomorú eset kapcsán kiderült, hogy hát vannak meleg rendőrök is. Nem csak színház rendezők. Vannak, de döbbenetes a szám, ugye? Na, én nagyon megértő vagyok ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ugye a drága édesapám mindig mondta, a jövő p***ja. Tehát én ezt abszolút mértékben, Ma következő derült ki, hogy 45 ezer rendőr van, és abból 4 ezer másként gondolkodó. Ami úgy megfelel nagyjából az országos átlagnak, hát én bíztam benne, hogy egy kicsit kevesebb, de mindegy. És erre mondta az egyik haverom, hogy akkor pisztolytáska, sminktáska. Nem, és akkor úgy megyünk. Na kérem tisztelettel, nem tudom, hogy látták-e a Nemzeti Színházban a János Vitézt. Egy Bakonyi Károly nevű úr írta ennek a librettóját a zenés változatnak, ahol van egy másik szereplő, ez a Bagó. Ez az eredetiben nincs. Ez egy huszártársa a Jancsinak, és ugye kell konfliktus, ő is, hát megismerkedne közelebbről Iluskával. No hát Alföldi Róbert a darabot egy kicsit átalakította. Nincs kék tó. No. A tündérek kurvák. Kein vicc. Nem látta valaki? Tessék. Hát legalább egy valaki, egy tekintetet. Kurvák. Iluska fő kurva. És az egész egy metró állomáson játszódik. Ez az avantgard rendező. Majd a darab végén Iluskát ott hagyják, és elmennek Bagóval. Tessék megnézni! Hát mi jöhet még? A talján ácsnak öltözött Ludas Matyi a fához kötözött Döbrögit hátulról csak egyszer botozza meg, de annyira, hogy a többi 24-re szerintem már nincs is szükség. A perverz Nemo kapitány a Nautilusszal már odáig süllyed, hogy a tengerfenék látványa is felizgatja, és Ned Landet is meg akarja szigonyozni. A Sherwoodi erdőben Robin Hood és csapata körbeüli a pislákoló fahasábokat. Tak barát lehajol, hogy felé lesz-e a tüzet a tagba szakadt Little Johnban. Ez sikerül, és Tak továbbra is barát marad. A múzeumkertben a pásztorfivérek enystandolják Nemecse golyójét, de cserébe adnak a kezébe még 4-et. Nem tudom, hogy hallották-e, víz alatti hotelt építenek Bonyhádon. Most nem akarok arra utalni, hogy meg kéne próbálni úgy építeni, hogy a víz ne vigye el. Tehát pillanatilag nem ez a trend. Javasoljuk továbbá megépíteni a Kecseli World Trade Center-t. Ott van Lee a tablettásból. Most már nincs, mert nem tudják eladni egyébként. Úgy elképzelem, hogy felveszik Marika nénit, a takarítónőt, akinek az első tevékenysége, ugye, hát mint egy jól hangolt takarítónő, hogy alaposan kiszervez. Hát kérem tisztelten, látták a tűzi játékot? Nem volt, jó volt, nem? De érdekes, ugye tavaly több száz millióba került, idén ingyenes, jövőre már vállalkozónak fizetni kell. Gondolom én egyébként, de jó referenciával rendelkezett a cég, mert ők voltak, akik Török Bálintot főgyújtották egyébként. Tehát ugye picit úgy mellé ment, de hát ahol fát vágnak, ugye ott hullik a forgács.
Egyébként mi elmeditáltunk azon, hogy hogyan lehetne még szerényebben megoldani a tűzijátékot. Hát például a kokáért a kettes villamos végig megy a Dunaparton, és végig szikráznak az áramszedők. A Gellért hegyen elengedünk egy zsák Szent János bogarat. Van egy olyan változat, ami tűzijáték is, meg hasznos is, lőjük fel a Duna felett Annetkát az űrbe. És ami tűzijáték is, meg hasznos is, és nagy ünnep is lenne, ugorjon le Szilvási György a Szabadsághídról egy csillagszóróval a kezében. Egyébként meg azt gondolom, ami körtében kicsi a jó, tűzijátékban az a jó, ha minél barokkosabb. Ugye hát a snasz tűzijáték az olyan, mint a felfújható nő. Fölfújom, mint Pamela Anderson, leengedem, mint Medvecki Luna. A bulvár sajtó az nem hagyomány nélküli nálunk, ugye a kádárizmusban az Esti Hírlap számított egy viszonylag bulvár újságnak, ugye gyerekkorom klasszikus főcíme, hogy szájba lőtte feleségét, mert nem akar gyereket, ugye. Ezen több hónapig röhögött fél Magyarország. Na most, valaki talán emlékszik, mert ez egy ilyen híres dolog volt. Hát most arról nem beszélek, hogy a bűnügyi tudósításban, hogy a helyszínen elaludt rajta csípték, tehát... Volt még az 50-es években, ezt nem tudom pontosan idézni, a lényege az volt, hogy akartak valamilyen heroikus cikket írni a szovjet nőkről, és mondták, hogy mi szovjet asszonyok más vágásúak vagyunk. Ugye, tehát emiatt is repült ám a főszerkesztő. Na kérem szépen a most következő címek, ezek valós címek. Él a halott hegymászó. Eltűnése előtt sem látták Dominikot. Erzsit megskalpolta a zöldségtisztító. Okosabbak a homokóra alakú nők. Kiégett a meleg pap temploma. De ez a nem ami most jön, az a legkeményebb. Zsolti szégyelli, hogy feldarabolta Erzsi nénit. Véget ért a 20 éves főpolgármesteri korszak, amelyet hát eléggé dicsérni azt hiszem, hogy nem lehet, tehát hihetetlen eredmények, hát egyszerűen szárnyal a város, időként lángol, mindegy, hát ahol, mint már mondottam volt, ahol fát vágnak, ott hullik a forgács, és az egyetlen még szabadlából lévő polgármester helyettes, javasolta, de minden szervilizmus nélkül, hogy milyen kár, hogy élő emberről nem lehet szobrot mintázni, mert hát ez a 20-21. századi báró Podmanicki, ez biztos, hogy valami szobrot megérdemelne. Dodinak is rögtön volt egy javaslata, a szobor legyen fekvő, és az időkerék előtt. Hát szóval, hogyha mégis lenne ilyen szobor, az biztos, hogy a javaslattevő állítaná, a BKV szállítaná, a főkert gondozná, a főtáv fűteni, a főkefe suvickolná, csak az a kérdés, ki meri leleplezni. Teljesen! Le kell pihennem, mert teljesen a saját hervatag poénom hatása alá kerültem. Na kérem szépen, vannak azért szoborjavaslataink. A szobor kerülhetne a Gyorskocsi utcai rendőrség elé, ahol összetett kézzel könyörög talpazatán felirat, engedjetek be. Mehetne egyenesen a szoborparkba, Lenin és a többiek mellé, sok jó ember kis helyen is elfér. Kerülhetne a horvátországi villa bejárata elé, jobb keze a házra mutat, felirat, tőletek. Nekem. Azt is el tudnám képzelni, hogy lenne ilyen Demszki formájú parkoló óra. Száján bedobod a lét, fülén betekergeted, szeme kijelzi, hátul pedig kiadja a jegyet. Ha meg akarod vesztegetni, dugsz 5 kilót a zsebébe és kiadja a napi jegyet. Na kérem tisztelettel, nem tényleg nagyon szép korszak volt ez tényleg, tehát ez soha nem látott prosperitás.
Lehet a metrót meg kéne hosszabbítani Isztriáig. És akkor egy metrójeggyel. Dodi mondta azt, hogy tudtam, hogy a Gyurcsány lógni fog, de nem gondoltam, hogy a föld alattim. Ezt ő mondta, én nem mondom. Na elég azt hozzá. Mi elterveztük azért, hogy egy megfelelő ünnepséggel búcsúztassuk ezt a 20 esztendőt, ezt a nagyszerű férfiot. Előkészületek. Sötét ruhás emberek felvásárolják az összes tojást és paradicsomot a kerületben. Fazekas Robert diszkoszvető néhány dobással teszteli, hogy megfelelő távolságban helyezték el a kordonokat. Maga az ünnepség. Az SZDSZ temetési menete 10 órakor érkezik a városháza elé. Kinyitják fekete esernyőiket és sorban állnak. Még mögöttük Demszky Gábor a helyszínre oson. Az ünnepség elején Sas József a cappella elénekli a Városháza himnuszát, amely a Hattyúdal című film nagy blüett változata, és amely így kezdődik, a Városháza nem a pác, a zárda. Demszky Gábor 10 óra 30-kor lép a pulpitus mögé, szívélyesen köszönti a megjelenteket, majd elugrik. Ekkor felharsol a budapesti fesztiválzenekar kórusa, több pénzt, több pénzt. Ezután köszöntő és méltató beszédeket mondanak Demszky Gábor tisztelői, azaz a horvátországi idegenforgalmi miniszter. Ezt követőleg a kollégák nevében búcsúzik tőle az, aki éppen szabadlábon lesz, és átad neki egy emlékplakettet, Demszky Jolán Kossuth Díjas performer művész alkotását, az aranyszínű tangából kibudjanó fúrópajzsot. Budapest lakóságának nevében egy óriási torta érkezik, de fölülről. A végés bukkandor elénekli az Elmegyek, elmegyek című örökzöld számot, miközben offszert szór a 20-22 fős tömegben. Az ünnepség záróaktusaként 20 ezer szabad galamb, és Retkes Attila repül az ég. Hölgyeim és uraim, ma este a Sóderben pillanatokon belül a heti hetes favoritja, Overdose szóvivője, Farkasházi Tivadar, vagyis Nacsa Olivér! Jönnek az Úszó EB magyar csillagai, igazi bombázók, Hosszú Katinka, Verasztó Evelin, Mutina Ági, Dara Eszter, valamint Jakabos Zsuzsa, továbbá Gyurta Dani! Cserháti Zsuzsa egyik legszebb dalával és egy 26 tagú szimfonikus zenekarral jön élőben az ország egyik legnagyobb hangja, Nyári Károly! És itt lesz a legismertebb magyar sportriporter, aki a leggyászosabb hírt is gyermekes örömmel tudja kommentálni, Szántó Dávid! Most Kuszbert Péter űzi Luandát és a Sóder Bendet, mi pedig azonnal jövünk egy nem akármilyen Design Centerre. Válaszoljon az alábbi kérdésre, és nyerjen jegyet az esti Sóder felvételére. Mely Dallas Star lesz Fábri vendége a közeljövőben? F1 Jockey, F2 Samantha, F3 Lucy. Küldje a helyes válasz betűjelét a 1799-re. Az első 200 helyesen válaszoló nézünk az első sorokból nézheti meg a Fábri Show következő felvételét. Jön a Sóder nagy hasonmás versenye. Várjuk fényképes jelentkezését. A nagy hasonmás verseny az esti Sóderben. Hamarosan az RTL Klubban. Hölgyeim és uraim,
talán emlékeznek még szezonzáró adásunkra, ahol Magyarország legnagyobb kézzel varrott működőképes férfi cipőjét mutattuk be, és hát azt kell mondjam, hogy rákaptunk a műfaj ízére. Az a jó, hogy ezek a látszólag őrült dolgok néhány embernek feladatot adnak, célt adnak, örömöt adnak, és szerveződik a civil társadalom, amelynek halhatatlan mentora Sebessén István úr, ugye, mint hitelesítő, szervusz Isten hozott. Hát kérem tisztelettel, következik a legkisebb papírhajó, Kollár Szilvia alkotása. Munkája és alkotása. Ez egy gyufafej, és amire itt éppen rámutatok, talán ez a legkisebb alkotás Szilvia alkotásai közül, 4,9 mm hosszú ez a papírhajó, és a nyilvános rekordkísérletben meg tudta ismételni, igaz, akkor egy kis hibával, mert csak 5,1 mm-est volt képes hajtogatni, de szerintem hatalmas tapsot Kollár Szilviának. És mutassuk meg a legkisebb, ugye, ez talán a világ legkisebb karácsonyfája, mondhatjuk, legkisebb magyar karácsonyfa. Az biztos, a föld legkisebb karácsonyfája. Amelynek alkotója a kiváló Tóth Avanti Péter. Igazából ez nem Guinness rekordként volt elsősorban, hanem ennek egy üzenete volt, hogy a karácsonyban nem az a lényeg, hogy mekkora ajándékot veszünk, hanem a lelkiség. De hogy én még nem tudok ilyen tűtartó karácsonyfához jutni. Na mindegy, Péter, nagyon szépen köszönjük. És következik a legkisebb képes lap, Kádár Ferenc alkotása. Igen, ez a legkisebb postán futott képes lap, felbélyegezve, 4,9 centi a szélessége, és 33 mm. Itt látható. És ma, hát ilyen a Magyar Posta, azt kell, hogy mondjam. Kérlek szépen, ez egy mangalica szobor. Kizárólag gyümölcsökből, magokból készült, lisztojás hozzáadott répacukor nélkül. És a farka? Rizs és gyümölcsökből. Rizs és gyümölcsök? Ott hátul még lejjebb, áfonya marcipánból. Hát ez áfonya marcipánból van a senki, gratulálok. Hát miből, mi másból lenne, ugye, mint áfonya marcipánból. Akkor az óra aktív szél marcipán. Ezek mi? Az két hétig szárított kókusz reszelvény szelet, sáfránnyal és kávéval festve. Egészséges. Hát gratulálunk, ez egy nagyszerű program, tehát tulajdonképpen ezt a természetes anyagokból készített mangalicát tekinthetjük egy ilyen egészséges táplálkozás emlékműnek, vagy felhívó térplakátnak, vagy hogy is mondja, alul van két nagyon helyes kis malacka, csíkosak. A csíkjuk gondolom, hogy Szilvából aktív színe. Nem, aszalt szilva. Akartam egy kicsit villogni, de hát maga nem marad a seggén, már bocsássak meg nyugodtan, hanem mindig valamit kitalál, ugye? Na de azért az, hogy egy természetes anyagból készített jószándékú mangalicára ráteszünk egy fővennyi sapkát, egy vezéri sapkát, azért, ez nem erős effekt, azért, egy kicsit? Azért, mert ez jó só. Jó só, jól mutat rajta. Ja, értem, azért otthon ez nincs rajta. Otthon nincs. Ezt most csak a sóba hoztam. Szeretném népszerűsíteni a mangalicának a húsát, zsírját, sőt, van mangalica töpörtyűben mártott csokoládé is. Hát erre nekem még egy kis idő kell. Kezdjük csókolom, nagyon kedves, és köszönjük szépen Bíró Katalinnak. Következik egy. A tudomásunk szerint szintén világrekorder, óriás palacsintasütő serpenyő, amelyet Pokol Ernő hozott el hozzánk. Hát aki ezt dobálja, hát majd szólok a Nick Carpinak. Kedves Ernő, itt mi történt, ne haragudj? Mert... Sikerült a feldobásra, szóval itt érzek valami neccet. Nem. Most anélkül, hogy bántani akarnának, ott van valami kis malőr. Tehát ebbe a vastagságú alumínium lemezbe csak 1 méter. Tehát azt más... én értem, de hát ekkora lett volna, itt mi? Na, ez egy 1 méter 50x3 méteres tábla méret. És mivel 1,50 a szélessége, a leeső rész, tehát 1,50 leesett. Hát tyatya, ne beszélj hülyeséget, hát ha itt meghúzod, akkor az egybe van. Hát ezt miért nem lehetett alulra? Ja, mert akkor 3 lemez kellett volna venni. Hát... Na ezért, akkor nem is, lehet másokkal. Akkor is akkor össze kell hegeszteni. Tehát össze kell hegeszteni, mivel másfél méter. Hát, alumíniumot nem is alumíniumot nem lehet, majd most már hegeszti. Védőgázzal. Argon gázzal hegesztik.
Hát gratulálunk, köszönjük szépen. A legnagyobb szegedi papucs következik, amelynek ismeretesen nincs párja. Ez egy 188-as méret. Mutassuk meg. Hát ezt meg gyönyörű bőrrel ki van ragasztva. Hát minden ugyanúgy készült, mint a hagyományos mint a valódi méretű. Papucson. Ez autentikus szegedi papucsnak nincsen párja. Elvileg, hogy mint a melléketábra mutassa. Ennek abszolút nincs. Jó, tudom, ezt nem így értjük, persze. Abszolút nincsen, de azért nincsen, mert szimmetrikus a talpa, meg az egész papucs formája. Tehát bármelyik lábra föl lehet húzni. Tehát a szegedi papucsnak nincsen párja, az nem azt jelenti, hogy nem. Olyan jó, hogy páratlan, hanem, hogy a jobb és a bal alaprajzát tekintve legalábbis, ohó! És akkor ennek ellenére nincs bütyök meg? Hát nem, ez kicsit hordani kell az, hogy fölvegye a lábformát, ja, és aztán megszokja. Mert ez olyan puha bőrből van, hogy így ez van. Szinte ráolvad a hölgyek lábáról. Édesanyám mesélte, 30-as évek, mondta a Schuster, hogy nasasszony egy fél számmal kisebbre a cipőt, hogy csillogjon a szeme. Ugye, micsoda finomságok voltak? Hát nagyszerű, nagyon szépen köszönjük! Sallaiéknak, Sallai Tibor úrnak, és most megtekintjük a világ legnagyobb csoki szobrát, amelynek alkotója Ecken Robert. Szeretettel köszöntjük Szerencsről! 239 kiló, aha. És egy majdnem 300 kilótól nagyobb tömbből lett kifaragva. Tehát ez egy tömb csokoládéból készült, és gombóc artót formázza. Ó! Van itt, hoztam belőle egy darabot a csokoládéból, ha megkóstolom. Jaj, köszönöm szépen, de úgyhogy ekkora csokit még nem nyaltam. Ezt te szépen elkezdted faragni, mint teszem fel egy fát, vagy igen, egy kőtömböt? Ugyanúgy működik, mint a jégszobrászat, mínusz 20 fokra le kell hűteni. Hát azért keményebb. Hasonlóképp viselkedik, tehát messzire repül hidegen. De hát áruljuk el a kedves nézőknek, hogy a legújabb rekord az ugye néhány nappal ezelőtt volt, igen, ez a hatalmas borbombon. Ez pedig egy tonna ösztömeggel rendelkezett, közel 800 kg csokoládé. Hát abból itt már a stúdióban egy kis hangulat kialakulna a fejünkben, nem? Tehát 200 az, liter bor volt benne. Hát úgy, arról már érdemes beszélgetni. Gratulálok! Hölgyeim és uraim, következik a mézes madzag mézező berendezés, Patkó Zsolt és Zsándor Kity Tibor, elnézést, kicsit nehezen ejtettem ki a nevét, de talán sikerül, alkotása. Ugye a mézes madzagot tudjuk, hogy mi az, ezt több évtizede húzzák előttünk. Nem, hát én már amióta élek, azt hallom, hogy még egy kicsit, és ma jobb lesz. Üzemeljük be, így van, köszönöm szépen, én vissza is vonulok. És igazándiból... És a méhek is ide tartoznak? Ők azok... A mézet. Ez egy perpétum mobile. Éles elmével rájöttem. Azért, amikor a micimackó jön egy bödöm mézzel, nincsenek mindig ott méhecskék. Hát ezt el tudjuk képzelni, mert akkor mi nincs itt a méhész? Itt van. Ó, monsieur! Tibor megnyitotta a csapot. A csapból kérem szépen folyik a méz a madzagra, és amit hát végtelen hosszan lehet mézezni. Nagyon fontos volt az, hogy nem azt mondtuk a település lakóinak, hogy menjetek húzzátok, hanem menjünk és húzzuk. Odálltak mögénk, mögéjük, egymás mögé 800-an, 2 méterenként, 3 méterenként a mézes madzagot fogva, úgyhogy így sikerült ezt az 1,9 kilométeres mézes madzagot kifeszíteni. Volt, hogy nem két irányba húztuk a madzagot, hanem egy irányba húztuk, és olyan messzire eljutottunk, hogy ideértünk a Fábrishowba. Köszönjük szépen, és akkor nézzük a mit is? A legnagyobb kocsonyás tálat, amelyet Jankó István és két fia fog nekünk bemutatni, és itt van mögöttünk. Igen, ó, nagyszerű. Jankó István hallgattuk. Vagyok, Felső Tárkányból érkeztünk, mellettem ifjabb Jankó István és Jankó Robert, mi vagyunk ennek a kocsonyának az elkövetői. Ez már a 7. próbálkozásunk, és idáig mindig a saját eredményeinket múltuk felül. Hát én nagyon megértem, hogy milyen ez az alkotói magány, mert én a Schroederrel vagyok így. Hát most megegette magamnak ezt az orbitális nagyképűséget, de tényleg nem jó maga, tehát hogy jó lenne, ha más is fáradozna ilyen kocsonyatálon, és lehetne vele versengeni. Igen, egyébként erre várunk, hogy valaki majd csak
Na, irigykedve néz ránk, és, akkor nagyobb hírvel fogunk hozzá. És mi a tárgyalási alap? Mondjuk 130 adag, gondolom. Onnan indulhatnak. Én nem vagyok szaktudor ennek, de hogy Európában ez máshol nem nagyon esznek ilyen szörnyűséget. Nem. Spanyolországban, illetve Portugáliában ott készítenek, de... Tényleg? Hát nincs is ott igazi fagy ehhez, ami kell. Hát gondolom, akkor ilyen hűtő cuccom van. Igen, valószínű. Vagy egy kis, úgy szoktuk mondani, hogy vagy egy kis fürgeporral rá segít. Milyen? Fürgepor. Zselatin. Ja! Ja! Ó, gyorsító. Ezzel meg lehet gyorsítani. Igen. Nem tudtam, mindig tanul az ember. Az ország legnagyobb fakanala, Dósa Tibor mesterszakács, a tulajdonosa 378 cm. Hey. Na most, ahogy az esti tornában mondták, hogy az idősebbek abba hagyhatják, hogy tegyük le ezt, mielőtt kérlek szépen irreverzibilis folyamatok indulnak el, és hallgassuk Dósa Tibor urat. Egerből érkeztem, és ennek a kanálnak nagyon egyszerű története van, egy 2004-es. Hát ezt el tudom képzelni, tehát már az anyagbeszerzés, fasza, lemegyek a tűzépre, csinálnék egy kanalat, nincs egy ilyen kétméteres tucni, foszni, gerenda. Ez a fakanál egy nagy gulyáslevesez készült, amit 2004-ben 11.000 adagot főztem, ez pontosan 5673 liter volt egy edénybe. Egy füst alatt a két rekordot letudtuk, és így született meg a kanál. Így túin van. Igen. Hát Dósa Tibor úr, nagyon szépen köszönjük. Pista, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megszervezted, mert ezt a sok kedves embert István szervezte ide. Hölgyeim és uraim, a Margit-szigeti úszó ebéd nagy kedvencek születtek, ma este elfogadták meghívásunkat, és eljönnek a legnagyobb úszó fenoménjaink. Hosszú Katinka, Verasztó Evelin, Mutinágyi, Dara Eszter, valamint Gurta Dániel és Jakabon Zsuzsa. Jön továbbá Szántó Dávid. Kérem tisztelettel zenés színpadunkon a Schoder történetének legnépesebb formációja, a MÁV szimfonikusok, valamint Nyári Károly. És érkezik nem sokára Farkasházi Tivadar, azaz Nacsa Olivér. Maradjanak, ha gondolják! Pillanatokon belül. Nélküled overdose-ból mi lett volna szerinted? Lókolbász. Együtt voltunk nyaralni a felségemmel, Mimivel. Szigetél. Több éve várunk rá. Nem tudnák az információkat valahogy egy irányba terelni? Rándan belpofázó. Eddig nem vállalta, most mégis meggondolta magát. Ők a mi. Ilyen olyan borzalmas. Szigetél. Farkasházi kontra Fábri. Miért? Az a baj, most már szivat. Túlélni Fábrit. Az esti sóder azonnal folytatódik itt az RTL Klubon. Válaszoljon az alábbi kérdésre és nyerjen jegyet az esti sóder felvételére. Mely Dallas Star lesz Fábri vendége a közeljövőben? F1 Jockey, F2 Samantha, F3 Lucy. Küldj el a helyes válaszbetűjelét a 1799-re. Az első 200 helyesen válaszoló nézőnk az első sorokból nézheti meg a Fábri Show következő felvételét. Keressük az új, innovatív sportágak képviselőit. Ha ön vagy közeli ismerőse egy újszerű sportot, fitness módszert fejlesztett ki vagy gyakorol, és szeretné azt bemutatni az Esti Showderben, várjuk jelentkezését. Esti Showder, új sportágak. Sztárok. Sztorik. Fazonok. Külön kiadások. Botrányhősök. Politika, közélet és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja. Vadonatúj részekkel az RTL Klubon. Keressük a világ leghaszontalanabb tárgyát. Ha ön rendelkezik olyan tárggyal, amely valóban semmire sem jó, vagy csak értelmetlen dolgokra alkalmas, jelentkezzen és küldjön egy fényképet róla az alábbi címek egyikére. Schoder, a világ leghaszontalanabb tárgya. Hamarosan az RTL Klubon. Pillanatokon belül. Borzasztóan ki vagyok, 7. lett overdose.
hogy a vereség még nem pecsételi meg az ő karrierjét. Miért? Karrierjét. Több éve várunk rá. Luk Jobi, Rapolticsi. Ki volt a versenynek a védnöke? Répási Jobi. Eddig nem vállalta, most mégis meggondolta magát. Most ne haragudj, hogy közbevágok. Nem haragszom, neked fogalmad nincs erről. Tehát... Farkasházi kontra Fábri. Se tud megegyezni ennyi hülyeséget. Az esti sóder azonnal folytatódik, itt az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, most következő kollégám közvetítette a 2010-es budapesti úszó Európa-bajnokságot méltó utódjaként Vitrai Tamásnak és Krézi Jenőnek. Fogadják szeretettel a Sóder színpadán Szántó Dávidot! És lehozott! Szervusz, foglalj helyet! Nem szoktunk ilyen testi adottságokról beszélni, mert hát nem tartjuk illendőnek, de hát miután mindenki Fülinek nevez téged. És úgy tudom, hogy ezt te, ami képernyőn nem szerepeltél, nem is tudtad, hogy ilyen vonzó vitorlázattal rendelkezel. Hogy mondtad? Hát igyekeztem szépen és szeretettel fogalmazni. Amikor a riporter iskolába jártam, akkor először visszanéztem magamat az első műsorvezetésen, és mondtam, úristen, az én vagyok tényleg? Mert valami itt világított nekem a fejem két oldalán. Mégis kérdeztem anyukámat, hogy engem csúfoltak ezzel az óviban, hogy nekem elállnak a füleim. Nem, kisfiam, nincs is elálló füled. Hát udvarias gyerek. Igen, hát udvarias gyerekekkel jártál kérlek szépen iskolába. No, hát népszerűséget az is bizonyítja, hogy van egy internetes portál, ahol téged köztársasági elnöknek jelöltek. Ahogy körülnézünk, hát nem olyan vészes, hát... Most éppen egy vívó, a köztársaság elnök, te úsztál, hát... És mit pár tartozik nekem egyel, mert a 2004-es athéni olimpia előtt volt egy ilyen váltófutás a lánggal, és akkor én adtam át neki, úgyhogy most neki kell majd a stafétabotot átadni. Na tessék! Ez egy óriási élmény volt, tehát tényleg futni az olimpiai lánggal, nem is akartam elhinni, hogy... Nehéz az? Nem emlékszem, semmire nem emlékszem. Tehát olyan transzállapotban vagy? Onnantól kezdve én csak vigyorok. Nem meleg? Egyébként is vigyorgok. Nem, mert nem a lángot fogtam. Hát gondolom, de hogy az nem melegszik át, nem csöpög? Nem érzékeltem. Én csak arra figyeltem. Ne felejtsd el, hogy az első Palival beszélek, aki vitte az olimpiai lángot, és hát engem ilyen részletgyakorlati kérdések szenvedélyesen érdekelnek. Jó. Természetesen. Mindenki ugye ebben a szakmában, hát mondd időként érdekeseket, vagy vicceseket. Vannak-e mondjuk ilyen emlékezetesebbek, amiket mondjuk te is megjegyeztél? Van egy olyan úszás, nem hogy mellúszás, amit igen. Ugye csak úgy nevezünk, hogy mell. Igen. És hogyha női mell van, akkor az úgy már valahogy adja magát, hogy az ember valami olyat mondjon. Volt ma a pártlapba, ne hülyeskedj. A sport oldalon, az meg. Női vízilabda. Hát azok tépik rendesen. Hó, öregem, most ilyen dúdák így kint. Ja, igen. Nagyon pöppec. Igen. Marha jó fotó. De azt milyen vízilabda meccsen van, olyan? Hát főleg a nőin. Nyilván, igen. Én, szóval én azért ezt szívesebben nézem, mint egy ilyen összekarmolt szőrös mellett, ugye már bocsánat, az is fontos, de ez is kifejező, nagyon érdekes. Ja, erre mondják azt a női vízilabdások, hogy az az igazi sport, nem a férfi vízilabda, mert oké, ott verik egymással a többi nagy, de itt lehet mit csavarni. Igen. Te én nem tudom, hogy az ember belekerül egy spirálba, 3 napon belül 2 szemüvegemre tapostam rá. Kérlek szépen, ennek az az oka, hogy nincs szívem költeni magamra, tehát ilyen benzinkutaknál és egyéb helyeken vásárolok 600-800, az 1200 már nagyon húzós, mert ugye aki így bánik a szemüveggel, hát annak a, ugye, hogy Tereskova énekli a ***omnak el a diós kalács, tehát hogy 26 000 forintos szemüvegeket széttiprok, a bakiknál tartottunk. Ez jó. Az a fantasztikus Hoggenbandban, hogy mindig előkap valamit a fürdőgatyájából. A kínai női teniszpárosról, Tingli és a párja nem Tangli, hanem Sun Tian. Jó, hát ez szép lenne egy párosba Tingli-Tangli, tehát ez, mondjuk én ezt nem tekintem mondjuk bakinak. Na, hát kérlek szépen, van egy kisfiatok Benjamin, egyébként tényleg egy ilyen céltudatos krapek vagy, és a feleségedet is ilyen céltudatosan ostromoltad meg, ez hogy volt? Megláttam. Ott a közgázom, ott ült, jól nézett ki.
oda mentem hozzá, lecsüccsentem mellé. Lecsüccsentél? Igen, és akkor kérdezte, hogy hol dolgozol. És akkor jött a flagma. Hát én a tévében dolgozom. Ó, erre vártál? Erre vártam már. De ott igen, mentek ezek a nagy kamók. Hát én fürdőmester voltam Papszigeten, ahol a fürdőgatyában mindenki hazudott egész nyáron, tudod, és akkor volt ilyen, hogy egészségügyi vonalon vagyok. És akkor nem lehetett tudni, hogy ő a professzor vagy ő a hullatologató. Azt hallottam, hogy ő foglalt volt rá. Ő nagyon foglalt volt akkor. Jó nőkkel ez elő szokott fordulni. Igen. Ugye, hogy drága Gyuri barátom mondta, ha ronda nőt veszed el egyedül életed végéig, ha túl jót, akkor meg nem férsz hozzá. Ugye? Úgyhogy perzselő szellemi fölényeddel gyakorlatilag felégetted a csávot. Tök jó hangzik, ezt be kell tanulnom, igen. Ezt szerintem így mondod. Egy olyan két-három éven keresztül perzselgettem. Két-három éven keresztül? Igen. A kitartó. Én kitartó vagyok, abszolút. Igen. Tehát gyakorlatilag két-három évig puszira kevertél. Tehát igen. Mondhatjuk így. No, hát gratulálok, nagyszerű. Kérlek szépen, boldog házasok vagytok. Van egy nagyszerű Benjamin nevű két éves kisfiam. És hát az ő nyelvezetéből te egy gyerek szótárt fabrikáltál. Hát igen, mert hogy úgy kezdte, hogy én, mert hogy én is csak szótagokat mondtam, egészen nem tudom, 15 éves koromig. Az olyan tudom, hogy 40 évesen is szoptatja az anyja, úgy hát azért az már, az mondjuk már felmerül, akkor már bizonyos kérdések fölmerülnek, vagy 50 évesen még anyukával alszik, tudod, tehát... Nem tudom, hogy te egy ilyen retardált csávó voltál tulajdonképpen? Nem, tehát olyan 2-3 éves koromban még abszolút csak ezek a szótagok mentek nekem. A Benji is így kezdte, de mondjuk ő 9 hónaposan. Már 9 hónaposan? Nagyon jó. Ő 9 hónaposan kezdett. Hát jövőre így. Már megy a Lomonoszov Egyetemre, nem? Hát nem, már idén. Már az idén? Kisfiam azon kívül, hogy érdekesen beszél. Egy rendkívüli charmeur, kérlek szépen. Abszolút, és tisztában is van a képességeivel. Komolyan? Abszolút, igen. Most voltunk lent a Balatonon, és hát állandóan flörtöl, de csak a csajokkal flörtöl, és egy pincérnőt nézett ki magának valamelyik ebédnél, és úgy sandított már felé, meg vigyorgott rá, amikor odalépett az asztalhoz a kedves szőke bombázó, és akkor így ránézett, és azt mondta, hogy nekem göndörhajam van. Kérlek szépen, sorstársak vagyunk, felvétel van róla, én a saját műsoromban elaludtam Fanándor alatt. Te meg elaludtál egyenes adásba, ez hol volt? Hát azért ehhez még fiatal vagy, ne haragudj, hát... Aténban volt az olimpián, és hullafáradt voltam már a második hétre, és bent ültem a stúdióban, és valami végtelenül izgalmas műugrást kellett felkonferálnom, és akkor mondtam, hogy most akkor egy órányi műugrás jó szórakozást hozzá, és akkor egy darabig néztem, ahogy úgy szaltó-szaltó csobbanás, ezt a műugrást, ezt most nem van én. Ilyen, hogy szinkronúszás egyéni, erről mi az álláspontod? De nem viccelek! Hát hogy ne tudom! Szinkronúszás egyéni, hát én azt hittem a föld megnyílik alattam. Nagyon jól csinálják egyébként. Jól csinálják? Jó, de akkor kivel vannak szinkronban? Hát én gondoltam, a szinkron az minimum két felet ugyebár feltételez. Egyszer csak a következő kép, amire emlékszem, hogy ordít a fülembe a szerkesztő, hogy ébresztő élőadás birkózás következik. És akkor... Elnézést! Nagyon-nagyon bocsánat! Most és ez megjelent képen adásba? Tehát ez a két nem, még nem. Nem, és akkor nem, utána, amikor ebből kivágtam magamat, akkor szólt a szerkesztő, hogy jó, örülök, hogy felébredtél, akkor 10 másodperc múlva birkózás következik. De mondd, és egy ilyen bealvásért nem mondják, hogy holnap nem kell jönni? De volt egy kis ennyi. De szervíroztam én a határcsárdában halfejet 16 évesen, és amikor az a dekoltásba landolt, akkor mondták, hogy holnaptól nem kell jönni. Tehát de kaptál fegyelmit, vagy megmondták a sportszeletet, vagy azt mondták, hogy igyál egy kávét, hát nem tudom. Nem, hát Athénban voltunk, aztán nem tudtak elküldeni. Azt hiszem Barcelonában történt, de már nem tudom, hogy milyen sporteseményen, aztán már elmondod, mikor hát egy nagy-nagy ovációba ütköztél. Leszállok a reptéren, és akkor abban a pillanatban, ahogy kinyílik előttem az ajtó, valami óriási nagy ováció. De tényleg, kinyílik az ajtó, meglátják a magyar fiatal riporter, Szántó, ováció, fényképezőgépek, mindenki végtelenül boldog. Igen, és akkor mondtam, hogy hát ez a világ legjobb dolga sportriporternek lenni, az ember megérkezik egy idegen országba, és rögtön így fogadják. És akkor lett egy kicsit gyanús a dolog, igen, amikor a pózolásokra nem nagyon reagáltak, hanem egy kicsit elfordították a fejüket. Na akkor vettem észre, hogy Ronaldinho, akit akkor igazoltak le Barcelonába, abban a pillanatban érkezett meg szintén megötted. A barcelonai reptérre, igen. Tudsz visszafele beszélni? Negi. Ja, Negi! Hát én meg föl vagyok vérteszve. Mondanál valamit visszafele? Hát mondjuk kezdjük onnan, hogy kezeket a paplan fölé éljenek a csajok. Te kezeket a malpapélőf, keneljé a kojacs.
ne egyenek mosatlan gyümölcslevet. Enke ne egye naltasom tevecslemügy. Ne próbáljanak baltával ablakot pucolni. En kanajlábor, lavátlab, tokalba. Illocup. Illocup. És ne felejtsék el, hogy Beethoven a zene Mozartja. És enkéjtele, flegyoch, nevótéba, en ez ajtrácom. Köszönjük szépen, szevasz, maradj! Köszönöm szépen, most pedig azonnal folytatjuk! Pillanatokon belül. Nélküled overdose-ból mi lett volna szerinted? Lókolbász. Együtt voltunk nyaralni a feleségemmel, Mimivel. Szigetén. Több éve várunk rá. Nem tudnák az információkat valahogy egy irányba terelni? Rándan belpofázol. Eddig nem vállalta, most mégis meggondolta magát. Ilyen olyan borzalmas. Szigetén. Farkasházi kontra Fábri. Miért? Az a baj, most már szivatsz, b***ki. Túlélni Fábrit. Az esti sóder azonnal folytatódik itt az RTL Klubon. Ha az önismeretségi körében él olyan kislány vagy kisfiú, aki nem mindennapi produkcióra képes, vagy különleges képességekkel rendelkezik, esetleg csoda gyereknek is mondják, várjuk jelentkezését az alábbi címeken. Esti sóder csoda gyerekek, hamarosan az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel a 2010-es budapesti úszó Európa bajnokság magyar csillagait. Jöjjön tehát a 4x200-as női gyorsváltó, a 200-as női vegyes, a 200-as női pillangó és a férfi 200 mell aranycsapata. Verrasztó Evelin, Dara Eszter, Mutina Ágnes, Gyurta Dániel és Jakabos Zsuzsa. Kérem szépen, kicsit idétlenül sikerült a bejövetel, ugye, hát Daninak adtam egy puszit, ugye, vármerő, visszatérő vendég, és annak idején elég keményen a helyre utasított, a csajoknak meg ugye, hát feltűnően nem adtam, ugye, hát részben tartok tőlük, ugye, ilyen csinos, nagyméretű hölgyek. Középen Gyurta úr, itt a hölgy koszorúba, Dávidtól elnézést kérni. Igen. Na és hát mielőtt tovább mennénk, Cseh Lacinak egy tapsot küldjünk, akinek a helye ugye természetesen abszolút mértékben itt lenne. Ő most külföldi titkos küldetésben van. Közületek hárman tanulnak, ugye? Az egyik a Katinka. Tudjátok, hogy mit tanul? Szexuálpszichológiát. Képzeld, de hát mondom, halmozott a helyzet. Hát, Sanyi, mondom, ez a Tiboly. Ki tanul még közületek? A Dani, igen, és Eszter, ugye? Igen. Ki hogyan ünnepelt, Eszter? Ott ünnepeltünk egy ilyen kis... És hol volt a bankett ilyenkor? Ott az úszodában? Nem, vagy valami? Zubor Attilának a strandján volt. Zubor Attila strandján, hát itt egy új fogalmat vezetünk be. Dávid, a Zubor Attila ő híre, ő egy úszó? Zubor Attila úszó. Világbajnoki 5. helyezett, országos csúcstartó. Akkor azért látod, ennyit én is tudtam, és neki van egy strandja? Hát egy ilyen kisebb strand. Egy plázs? Nem, hát egy strand, egy sima kis strand. De medencével? Igen. A Duna mellett? Én, ha bennem felébred a tájékozódási vágy, öregem, akkor én villámkérdések olyan sorával tudlak körbe dobálni, hogy megőrülsz. Nekem az van beírva, hogy elmentél a barátoddal kajakozni. Hát az... Ez megfelel a valóságnak? Ne, csak az utána volt. Csak az utána volt. Jó, igen. Eszter, mi történt Zsumor Attila strandján, mielőtt elmentettek volna a barátoddal kajakozni? Hát elmentünk a strandra, ugye egy nagy busszal, emeletes busszal. Busszal? Igen. Lehetett táncolni. Igen, és mi volt? Ökörsütés vagy? Barbecue vagy? Mi van ilyenkor? Nem, semmi, hát ott beszélgettünk, akkor volt, akit belöktünk a medencébe, vagy magától beleesett.
hogy úszók azon humorizáljanak. Hát most képzeld el, hogy én a munkatársaimmal összejövök, és löbdössük egymást, hogy nincs egy poénod. Tehát érted, az, hogy úszók egymást lökik a medencébe, hát azért ez mégiscsak abszurd. Na, bocsánat egyébként, megint egy statisztikus kérdés, és elnézést, ha nem vagyok, kibajai közületek? Katka. Megint csak a Katinka! Hey! Hát mindjárt föl kell hívni Katinkát, majd megkérdezzük meg Katinkának, ilyen hintos felvonulást rendeztek, kérem tisztelettel. No, hát kérem szépen, Verasztó Evelin tájékoztasson engem az eredmény hirdetésnek mondjuk egy ilyen csajos eleméről, ugye? Mindegyikünk felírta a kezére a barátja nevét, úgyhogy gondolom ezért lett olyan csajos. Katka is, de nem nagyon akart elmondani, hogy ki az. Na majd mindjárt megvan Katától, most már annyit kell kérdezni, és most már mindjárt felírjuk, ki a csábód, nem? Tehát én szerintem ez a lényeg, ez nem ír ez a szar. Nem írótól a rögtön el kell dobni, ezt tanuljátok meg, mert különben 24-szer veszitek a kezetekbe. Kristóf, adj egy tollat, mert öregem, nézd meg, egy tolla van a producernek, nézd meg, nem, van neki kettő. Hát azt nem ígérem, hogy elkapom, de micsoda reflexek ebben a korban. Na, tehát Katinkától meg kell kérdezni, hogy ki a csávod, akkor a bajai hintózás, ugye? És hogy mi a f***nak tanul szexuál pszichológusnak, nem? 73-ban a Papszigeti strandon volt egy csávó, tele volt tetoválva, és bele volt a Juci, áthúzva, Mari, áthúzva, Ildi, áthúzva Erzsi, aláírva Béla. De ugye akkor ez még nem volt olyan általános. Mi volt ez, hogy a közönség szétverte az úszodát? Nem, fantasztikus volt a közönség most az Európa-bajnokságon, és tényleg rengetegen kijöttek, és hát szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy hatalmas segítség volt, mert tényleg nagyon örültünk neki. Igen, nagyon-nagyon jó volt, hogy szurkoltak. Tényleg nagyon félelmetes volt, hogy nagyon közelről hallottuk a saját nevünket, hogy kiabálják be. Ja. És akkor igazából én zenét hallgattam fülhallgatón keresztül. Ez velem is van a lovin, hogy tettük a. Na majd ezt elmesél. Otthon versenyezni jó is, meg teher is, nem? Túl lehet izgulni a dolgot. Túl lehet izgulni? Igen, így és akkor van. Így úgy úszol, hogy így be vagy görcsölve, meg nem mersz így mozogni. Van. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ez a felelősség elvárás, szóval ezt hogy tudjátok feloldani? Mik erre a módszerek? Vagy túl abszakt a kérdés? Vagy... Gyere, ülj már ide, kimegyek, iszom valamit. Jó, gyere? Na. Maradj ott. Igen. És meglepi lesz, kapcsoljuk Katinkát. Halló! Halló! Sanyi vagyok, meg a Dávid! Képzeld el! Látsz minket? Minket hát nem látsz? Azt mondták, hogy nem kaphatok videófelvételt, csak nem róla. Kaphatsz. Pedig képzeld el, én vagyok Sanyi, most állok, képzeld el, szóval gondolom a műsoromat láttad 10 000-szer, tehát tudod, hogy néz ki, és itt van ez a drága szántó Dávid. No! Hát mindenek előtt gratulálunk, és innen a budapesti stúdióból egy nagy tapsot küldünk neked, kérlek szépen. Te egyetemre jársz, méghozzá szexuál pszichológiára. Ez csak mit fölmondtam. Ja! Hát én erre, ne haragudjál, én erre építettem a műsort. Hát akkor én gondoltam, hogy így lesz, azért mondtam. Na és akkor mit tanulsz? Vagy az is titok, mint az udvarló? Nem, pszichológiát tanulok. Pszichológiát? Na, onnan már csak egy lépés a szexuálpszichológia. Ez harmadikban jön be. Tehát, hogyha bányamérnöknek tanulnál, akkor onnan nehezebben lehetne a szexuálpszichológiára átnyergelni. Én lehetek szexuálpszichológus. Ide figyelj! Miért nem lehet az amerikai egyetemen csalni? Ezt meséld el. Hát, igazából hát valamennyire lehet. Ó! Oh. Aha. Igen, tehát az, hogy amikor én ide kerültem, akkor ugye puskáztam itt az első vizsgámon, és akkor mondtam a csapattársamnak, hogy mit csináltam meg, hogy hogy ment a vizsga, és hát azt hittem, hogy ez menő lesz, de hát nem volt egyáltalán. Most hol laksz? A titoknál? Már albérletben lakom. Van egy lengyel lány, egy amerikai, meg egy kínai lány. Meg egy kínai, ez milyen meglepetés, hogy amerikai is van Amerikában, tehát ez egy teljes bónusz. Te, és ők is úsznak? A hárman úszunk, a negyedik lány az nem úszik. Melyik nem úszik? A kínai? Kínai.
Gondoltam. De ő főz, akkor ő főz akkor, nem? Ez így van. Meséljétek az ünneplésről, hogy milyen volt. Most melyikről? Hát hogy fogadtak Amerikában? Nem a Zorbának a strandján. Zubor. Zubor, mindegy, nem ezen a Blázson, azt már tudjuk. Hát Siófokon voltunk, hát igen, buliszunk egy kicsit. Te figyelj ide, és Siófokra a Zuborféle strandról mentetek? Hát igen, az a Siófoki tulajdonképpen a Balaton a végződött, az unokatestvérem kihívott pillangóra, hogy meg tud-e verni a végén. Ez hülye, hát ez is, hát ez úszóverseny után, én nem tudom, hát szóval, jó, igen, megértem én eztet, de az unokatestvéred erősen ittas volt, vagy ő is úszik? Nem úszik. Na jó, igen, bocsánat. Hát tulajdonképpen ennyi lenne a történet. Hát köszönjük szépen! Na, egy picikét komolyra fordítva a szót. Amerikában hogyan fogadtak? Hát azért mégiscsak. Vagy pedig azt mondták, hogy hello. Azt mondták, hogy hello. Tehát, hogyha úsztam volna három világcsúcsot, akkor is ugyanígy fogadtak. Komolyan? Volna. Igen. De miért ilyen? Igaz, hogy ezek föl is jelentenek, de miért ilyen ezek? De a lengyel lány se, hát aki mégis ugye közelebb áll hozzá, ő se. Hát ő gratulált. Ő gratulált, aha. Hát Katinka, még egyszer köszönjük mindazt az örömöt, amit okoztál nekünk, ugye, és a magyar nézőknek, és hát halljunk rólad, és hát sok sikert kívánunk, tiszta szívből. Dani, hogy néz ki egy napod? Reggel 5 órakor kelek, 6-tól 9-ig, vagy fél 10-ig van egy esésem. Ez nagyjából rátok is vonatkozik? Oh man. Aztán igen? Főiskola. Igen? Hogyha van órám, délután van egy kis pihenőm, és akkor 5-től 7-ig meg van még egy edzésem. De alszol is egy délután egy kis. Muszáj, igen. Nekem volt olyan, hogy misén elaludtam. Hát ez plébános függő. Ugye? Tehát... Na Mise, ugye az másként érdekes, mint egy akciófilm. Amikor én uszogattam, azért edzéseket láttam. És azért láttam vizes köpenybe úszatni, láttam gumiköttéllel összekötött lábat. Ez ma már nincsen. Pólóba például szoktunk úszni. Pólóba? Vizes póló. Vizes pólóba. Mikor van a következő edzés? Kettpéntek reggel. Feljegyes, nem kettpéntek. Ja, de 6-kor mi? Mindegy. Hát Dáviddal kettpéntek. Edzettek fizikailag? Hát hetente 6-szor, napi 2 órát. Kösz szépen. No hát beszéltünk itt a különböző régebbi hát fizikumjavító technikákról. Hát mint annyi minden ez is megváltozott, és most már van ehhez itt egy ilyen konyhai robotgépetek, ha szabad így fogalmazni. Hát ez azért nem 2 deka. Hát igen, szerintem egy olyan 150 kiló. Ugye ezt úgy hívják, hogy erőlap. De azért ez még polgári használatban mondjuk procéknál sincs, szóval azért ez egy... De. Na, Zsuzsa, hát akkor nézzük! És akkor bekapcsolom. És így bitkora? Na, de hagyd is be a térdedet, mert úgy... Igen. Nem kéne azért vérszemet kapni, nem, ami az energiámat teljesen leköti, ez a rettetes rázás. Na most oké. Okay. Gyorsabban próbáld. Na jó, nem kéne azért. És ez mit csinál? Zsírt éget? Itt, igen, azt is csinálja. És igazából 40-szer rezeg 1 másodperc alatt, hogyha 40 hertzre van állítva, és több fokozatja van. Tehát lényegében kötelezhetsz, és közben rezegsz, ugye? Igen. Tehát ezeket lehet, és akkor ezt lehet variálni, és hát gondolom, ez már mondjuk egy ilyen hagyományos gimnasztikai dolog. Igen, jó van. Egyszerű hasizmot is lehet rajta csinálni, hogyha szeretnéd kipróbálni. Ahogy? Így? Ezeket nem, ezeket... Hát Zsuzsa, én ezt rád bíznám, jó? Hogy... Csináljuk hasizmot. Hát most miért? De ez, gyerekek, ez nem fair, hogy ide jöttök kinek szépen vérprofiként, és hagyjátok, hogy Sanyi bácsi szuszogjon itt ezen a szörnyűségen. Hát akkor lássuk, hogy ez hogy megy professzionális módon. Nem szeretnéd? Jó, hát én nem erőltetem, csak... Hát mit tudom én? Ruhában, akkor szállj le. Micsoda? Hát én mi az, hogy szép ruhában? Hát... De beszélj velem kedvesebben, tehát már így mondod, szállj le már, hát szóval már ilyen be vagy pipulva. Na és akkor hát annyi a feladat, hogy föl kell tenni a lábunkat, és akkor elindul. És igazából ennyi.
hogy ez rezegtet. Igen, ez rezegtet, és minél feljebb teszem ugye a lábamot. Igen. Annál nehezebb. Hát köszönjük szépen, mindig tanul az ember. Hát kedveseim, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hozzatok nekünk még sok sikert és büszkeséget. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk! Válaszoljon az alábbi kérdésre, és nyerjen jegyet az Esti Showder felvételére. Mely Dallas Star lesz Fábri vendége a közeljövőben? F1 Jockey, F2 Samantha, F3 Lucy. Küldje el a helyes válaszbetűjelét a 1799-re. Az első 200 helyesen válaszoló nézünk az első sorokból nézheti meg a Fábri Show következő felvételét. Ha fejedbe vetted, hogy egy őrült Guinness rekordot állítasz fel, írd meg, és mi segítünk a megvalósításban. Esti Showder, az őrült Guinness rekord. Hamarosan itt az RTL. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Farkasházi Tivadar! Szevasz, Kedi! Szevasz, Isten hozott! Szevasz! Foglalj helyet! Jó estét kívánok! Hát eléggé meg vagy törve, Teddy! Borzasztóan ki vagyok, 7. lett overdose. Reméljük nem így lesz minden héten, mert akkor heti hetes. Baden-Badenben volt a verseny, csak elmondom, hogy értsék. Előtte együtt voltunk nyaralni a feleségemmel, Mimivel, és overdózza Horvátországba. Krk szigetén. Utóbbi időben nagyon közel kerültünk egymáshoz a lóval. Mivel hol ő alszik az én nappalimban, hol én az ő istárójába. De hát hol alszik ő a nappalitban? A rökamé. És miket találsz ki, mivel tudod az ő figyelmét elterelni? Mert ugye a tulajdonos is mondta, hogy hát szegény overdose tudta, hogy vesztett. Tehát nyilván, hogy nem csak te vagy elkeseredve, ő is. Megtanítottam neki a lóugrást. Most már tud elben ugrani, sőt elég jó alkalmazza a szicilai védelem Svesnikov változatát is. De igazából a matematika köti le elsősorban a természetes számok rimbontása. Ma azt gondolom, hogy a verség még nem pecsételi meg az ő karrierjét. Miért? Karrierjét. Én azt mondom, hogy van még remény, te hogy látod a van helyzetet? Van még remény, de hát ez egy csodaló, egy csodaló. Ha elvesztett a vehetlenség, fog föl, vége. Nincs több, kész, vége. De azért érdemes vele foglalkozni. Azért most elmondom az alapoktól, jó? Jó. Overdose szépapja Norden Denzel volt, akit a bolgár Alkiály vett meg egy nizzai árverésen 3 Rembrandt képért cserébe. Na most nekem van egy fényképem, ami az én nagybátyám unokaöcsének tetőfedője, le van fotózva a bolgár Alkiály lovászával sakkozás közben. Hát ez fantasztikus. Várjál, előjött eszembe, most volt egy sakkverseny, arról is tudok beszélni órákig. Ott volt a két legtehetségesebb fiatal sakkozó, a Luk Jobi és a Rapport Ricsi. Te és ki volt a versenynek a védnöke? A Répási Jobi. Overdose kikapja az amerikai Nureyev, aki állítólag egyszer kapott kockacukrot Richard Wagner egy távoli rokonától, de ez még azelőtt volt, mint az anyajágon üknagyanyjának számító G. Sárolt állítólag örökbe fogadta a híres magyar versenylovat, Imperiát, miután az anyjának egyszer elapadt a teje, mert egy lovás... Hát nem egyszerű a történet. Egy lovás fiú megfejte. Tehát overdose anyai nagyanyja, Append volt az, aki összeszújta a levet egy muraközi igáslóval. Na jó, de hát egy muraközi igásló, hát azért az egy mezaliansz egy ilyen nemes paripa életében. Neked fogalmad nincs erről. Tehát overdose apai nagyanyja, flamenco vév volt az, aki keresztanyja lett annak a lónak, amely az angol királyi testőrség medvekucsmás lovagságának dísze volt, és akinek a rossz nyelvek szerint elég sok köze volt ahhoz, hogy Charles herceg második felesége, Camilla, enyhén szóval is lófejjel rendelkezik.
Na hát azért ez talán túlzás, hát azért... Másik apajából meg kell említenem Veruskát, a francia kancát, aki vézékeny volt, ezért életében csak egyszer futott, akkor is nyakig befástizva. Hát én ezt eddig nem is hallottam, hogy lovaknál, tehát azt tudtuk, hogy a Czárevics mondjuk vérzékeny gondol, volt, de hogy egy ló is. De hát ez egy telivénél borzalmas. Hát most gondolj be. Nélküled overdose-ból mi lett volna szerinted? Lókolbász. Amikor volt a eredeti álvejés, akkor az első sorban két hentes mészáros ült, ezt nem mondtam még sehol, most ők akarták megvenni, hogy Derby nevű lókolbászt csinálnak belőle. Sikerült-e lelkileg is közel kerülnötök? Rettenetesen. Mimi a feleségem, aki nem tudja, ő főz ránk egyébként. Mi az, hogy rátok? Hát rám is overdózza, a lóra. Ki eszik először? Hát overdóz, ki enne először? Jó, hát elnézést, tehát való, azért... az életem. Na most azt is tudom már, hogy a legnagyobb bánatom, mert overdose nem szereti Wagnert, és George Michael-t se sajnos. Gondolom a Tannheiser-t föltetted neki. Igen, hát igen, csak attól hátrafele fut. Tervezed el, hogy overdose-t meghívod a heti hetesbe? Hát ez már egyértelmű, most már be van írva, most az őszi struktúrába. Hát több poént fog mondani néhány kollega. Végezetül, hogyha valaki nem értette pontosan, akkor a családfát, overdose családfáját egész röviden össze tudnád foglalni? Még egyszer? Ismétlés a tudás anyja, ugye? Tehát apai ágon volt az amerikai Nurejev. Az a baj, hogy most már szivat. Végül, kedves Tivadar, mikor találkoztok legközelebb? Most azon, ez overdose volt. Ide jött egyedül. Várjál már, kutyába. Farkasházi Tivadar, azaz Nacsa Olivér és Overdose, köszönjük szépen! Most némi reklám következik, mi pedig azonnal folytatjuk! Az Esti Showder azonnal folytatódik a fináléval, itt az RTL Klubban. Sztárok, sztorik, fazonok, külön kiadások, botrányhősök, politika, közélet, és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja vadonatúj részekkel az RTL Klubban. Következő vendégem második nagy koncertjére készül a Művészetek Palotájában, ahol a legnagyobb magyar előadók dalait énekli el 78 tagú szimfonikus zenekar kíséretében. A Schröder színpadán Cserháti Zsuzsa egyik legszebb dalával, Nyári Károly és a MÁV szimfonikussal. Fábri, a show, pontosan 12 éve. Itt az RTL Klubban. Jó szórakozást! És most az RTL Klubon Budapestről ez a Fábri Show. Kuszbert Péterrel, Luandával és a Schröder Benddel. Ma este a nagy találkozás, amire évek óta vártunk. A Schröderben Farkasházi Tivadar és Overdose. Az úszó Európa-bajnokság aranycsapata, Hosszú Katinka, Verrasztó Evelin, Mutina Ági, Dara Eszter, Gyurta Dani és Jakabos Zsuzsa, Szántó Dávid. És a Schröder történetének legnagyobb zenekari produkciója, Nyári Károly és a MÁV szimfonikusok. Hölgyeim és uraim, ez a Fábri Show. Most jön Fábri! Köszönjük szépen!
hogy ez a nyár ez úgy elröppent, mint amikor a nyugdíjasok ugye csigagyűjtésre indulnak, és Pista bácsi egyet se hoz. Hát mi volt Pista bácsi? Azt hát láttam én csigát, de mire lehajoltam érte. Hus! Ezt a fiatalok nem értik, ugye, mikor ilyen idősek voltunk, június 8-án azt hittük, a nyárnak soha nem lesz vége, most meg a nyár így elgyanázik, elmúlik, elröppen, elszalad, a foci VB-re is már szinte alig-alig emlékszünk. A közönség ezt szabad a bubuzelláját elkérhetem? Tudjuk, ugye, ezt fújták. Úgyhogy én ezt most ünnepélyesen megfúvom, jó? Fújjuk együtt? Mi a technika? Jó, így fogjuk, ugye, egyharmad, kétharmad. Az MHS-nél, hogy vezettünk 10 óra, 14 óra, tehát lazán. Hát ez nem egyszerű. Hát ez nem egyszerű. Uram, ön egy genius. Hú, csücsörítesz? Mi a szájbeállítás? Ja, Így már szinte vuvuzella nélkül is megy. Nekem alul jobban, de ebbe most nem mennék bele, kérem tisztelettel, de most megpróbálunk fölül. 40-45 fokos szögbe, ugye? Hát köszönöm szépen, én ezt személyesen eltörlöm. A következő kis sutka arról szól, hogy minden relatív. Két csótány beszél. Azt mondja az egyik, de felfedeztem egy új éttermet. Minden króma cél. Maximális higiénia. Örjítő hipószag. Mire a másik? De legalább ne evés közben. Két székely kimegy az erdőbe fát vágni. Azt mondja az egyik, te. Köszönjük szépen önök Nyári Károlyt és a MÁV szimfonikusokat hallották. Köszönöm vendégeimnek, Mutina Ágnesnek, Gyurta Dánielnek, Jakabos Zsuzsának, Szántó Dávidnak, Dara Eszternek, Verrasztó Evelinnek, valamint Nacsa Olivérnek, hogy amit mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai fényét. Önöknek köszönöm, hogy ezt az estét is velünk töltötték, igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva ugyanígy, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, soha el ne felejtsék, hogy Beethoven a zene Mozartja, és természetesen kezeket a papa fölé. Jó éjszakát mindenkinek, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Showder szezonnyitó adását látták. Köszönjük, hogy minket választottak. Jó éjszakát! Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Együttműködő partnerünk a Spa Harmony szépségszalon. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. Fábri Sándor a Subaru Forestert választotta, amit a Subaru vezérképviselete biztosított.